Köszöntöm a stúdióban polgármester urat. Úgy hozta a sors, hogy az év elején és az év végén is találkozhatunk itt a televíziós stúdiójában. Néhány bemelegítő, ilyen bulvár kérdéssel kezdenénk, ha megengedi. Az volt az első kérdés, hogy mi volt az idén a legörömtelibb hír, ami érte? Lehet ez családi is, meg lehet városi is. Hát, hogy ilyen nem volt? Tehát az a probléma az ilyen jellegű kérdésekkel, hogy szóval ilyen, sok ilyen van, tehát én most nem akarok különbséget tenni itt az örömteli, meg a katasztrófa jellegű problémák között, mert mindegyikből van azért bőven. Akkor egy-két példát tudnám említeni, hogy mi az, ami jól, hát pozitívan érintette? Ezt akarom elkerülni, azért kezdtem bele. Mert ugye van, akinek ez a fontos, van, akinek az a fontos, tehát ezek ilyen személyre szóló kérdések, és én azokat, hát... Jobban arra azért elkerülöm most. Jó, akkor passzol a következő lényés, hogy mi a legnagyobb csalódása az idén? Hát ugyanaz. Tehát ezek ilyen valóban ilyen bulvárosított kérdések, én ezekre... Hát gondolom azért nem csalódik például a kormányzati intézkedések miatt, mert már tudja előre, hogy mi van. Tehát vannak ilyenek, de sok van ebből is. Tehát ebből én most nem akarok van. Itt szemezgetni, hogy akkor ez volt. Akkor az, hogy legnagyobb kudarcként megélt élmi, azt is ilyen legekre mindig ez lesz a legnagyobb válaszom. Sikere. Hát ez is, igen. Pedig biztos volt ilyen, hát kiharcolt van valamit. Siker, de kudarc is van, tehát nem teszek különbséget ilyen értelemben. Jó, akkor ezt a részt ugorjuk át. Jó, benne vagyok én is. Vegyünk elő konkrétabb vagy komolyabb kérdéseket. Ugye az idén elég nagy port vert fel, bár hivatalos szintre valahogy nem terelődött a dolog, hogy Padrakút el kíván szakadni Ajkától. És ez ügyben viszont, ha jól tudom, mai napig nem érkezett a önkormányzathoz hivatalos megkeresés. Mi a helyzet ez ügyben? Hát ugye, akik ilyen cselekedetet szánnak maguknak, azoknak tenni is kell az ügy érdekében. Szóval az nem elég, hogy egy ilyen kisebb társaságba, vagy egy város, akár egy városrészbe bejelentik, hogy el kéne szakadni, aztán semmi. Hát szóval ez így nem megy. Hát, ugye ennek megvannak így a törvényi előírásai, hogy mit kell tenni. Létre kell hozni egy előkészítő bizottságot. Hát idáig jutottak el, hogy létrehozták ezt az előkészítő bizottságot, de az előkészítő bizottságnál meg is akadt aztán minden. Tehát ez úgy működne, úgy kellene, hogy működjön, hogy akkor egy konkrét koncepciót és egy tervet kell készíteni. Mi ezt megírtuk az újságban is, hogy mi a menete, neki hát jegyző úr levezette. Így van. Törvény szerint ezt leírta. És hát ugye itt műszaki terveket is kell készíteni, területfelhasználási terveket kell készíteni, stb. Költségekről kell gondoskodni, felméréseket kell megrendelni. Hát ez több évig tart egy ilyen munka, hát ilyen téren nem történt semmi. Most tehát, informális tehát, csatornákon próbáltak egyébként tájékozódni, vagy kapcsolatot fölvenni? Hát de minek? Hát nem mi akarunk elszakadni Padrakúttól, hanem Padrakúti városrész néhány embere. És ezt szeretném hangsúlyozni, néhány ember jutott erre a gondolatra, ugye ami nem új, mert ez fölmerült már a 2000-es évek elején, sőt a 90-es években egy szavazást is tartottak, ugye akkor még olyan szabályok működtek, hogy elég azoknak szavazni, akik ezt akarják. Csak hát ugye, akkor is a többség úgy döntött, hogy nem kíván Ajkától elszakadni. Most közben megváltoztak a szabályok, most az van, hogy mindenkinek ezzel kapcsolatban véleményt kell nyilvánni. Az egész városnak. Egész város. Igen. Már a kezdeményezéshez is a város összlakosságának a 20% aláírására van szükség. Hát ezt ugye... Ettől még messze hát vagyunk. Hát ezt nem tudják megszerezni véleményem szerint. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, aztán nem történt semmi, úgyhogy szerintem ennyit tudunk róla. Tehát akkor 2022 a Padrakút elszakadásának kezdeményezésének éve lesz, de hivatalosan végül is nem történt semmi. Semmi nem történt. És ugye itt azért a saját véleményemet hadd mondjam el. Tehát ugye mi ezt nyilvánvalóan ellenezzük. Én ezt egy alkalommal ki is fejtettem. Sőt, nem csak egy alkalommal. Hát, de ez nem a saját, tehát a saját véleményem ez, de a saját véleményem azon alapszik, hogy nekünk is vannak információink ebből a városrészből. Hát én meg vagyok győződve, hogy a többségnek ugyanaz a véleménye, mint ami korábban volt, hogy hát ez nem időszerű és nem célszerű, ezt nem kellene folytatni, úgyhogy mi a többség véleményére alapozzuk azt, hogy ez egy halva született ötlet.
Most az önkormányzatban járnak be Padrakútról is képviselők, Puskás Károly ugye például, az Padrakúti önkormányzati képviselő, ő folyosói beszélgetésben sem említette ezeket a dolgokat, mert hát... Hát bennünket nem, nem. Tehát nem, egyáltalán nem említette. Csak hogy lezárjuk ezt a dolgot, hát, hogy ennyi. Tehát itt ott volt egy társaság, aki most valamilyen kormányzati támogatáshoz jutott, és néhány közösségi rendezvényt ott megszervezett. Ezt felbátorította őket? Hát igen, azok jók voltak egyébként, ez tagadhatatlan, ezek a közösségi rendezvények, de mondjuk ez nem ok arra, hogy a ketten egyetértünk valamivel, akkor utána már mindenki egyetért azzal, hogy ez olyan, mint amikor a foci csapat kikap valahol, aztán megisznak három sört, és a végén majdnem győztek. Igen, szóval hát a valóság azért más, mintha néhány ember gondol valamit. Egyébként milyennek értékeli a frakciók viszonyát? Most lehet, hogy csak kívülállóként tűnik úgy, de mint a Fidesz-KDNP frakció egyre fogyószámban érdeklődne az önkormányzati ügyek iránt, vagy ez csak a betegségek miatt lehet így? Nem, hát ez valóban egy folyamat. Hát, tehát ugye én régóta vagyok itt, és van alkalmam megfigyelni igen. ezt a folyamatot. Két évtizedet, vagy több is. Igen, tehát azért az úgy indult, hogy mondjuk a költségvetés a legizgalmasabb napirend. Tehát ugye a költségvetés, mikor jóvá hagyjuk, ugye akkor ez a 2000-es évek elején az egy ilyen vérre menő küzdelmet jelentett, ugye alig lehetett befejezni az ülést. De nem. Akkor sem szavaztak igennel, ugye? Akkor sem szavaztak, igen, de akkor még hozzászóltak. Akkor még hozzászóltak, és javaslatokat tettek. Aztán eltelt néhány év, és ez odáig fejlődött, hogy most már hozzá se szólnak, javaslataik sincsenek. Tehát ebből én arra következtetek, hogy kifogytak a munícióból, és most már ilyen passzív hát résztvevői egy testületi ülésnek, és hát nem is számíthatunk rájuk. Most egyéb ügyekben is, mint a kevesebbet nyilvánulnának meg. Hozzászólások, kérdések vannak, de pozitív építő javaslatuk nem igen. Tehát hát, például, hogy a költségvetés, az energiagazdálkodás módosításáról szóló vitában is ez kiderült, hogy ezt nem így kéne, de nem tudják, hogy hogyan kéne igazán. Na most ugye most így a negatív oldalát virágítottam meg az előbb, de azért ennek van pozitív oldala is, hiszen volt egy olyan időszak, amikor úgynevezett board üléseket tartottunk, amikor megbeszéltük a soron következő testületi ülés, meg általában az előttünk álló problémákat. De ebből egy ilyen lehetetlen helyzet kerekedett, hogy arra használták fel, hogy informálisan és idő előtt tájékoztassák az ő híveiket, hogy lám, mit tervez a másik oldal. És ilyen értelemben ez teljesen elvesztette a komolyságát, és leálltunk erről a dologról. Most annyival azért pozitív dolgokról is lehet beszámolni, hogy van bizonyos együttműködés. Tehát a legfontosabb kérdésben a frakcióvezetőt megkeressük, és akkor egyeztetések zajlanak, és ott nagyon sok esetben olyasmi is már történt, hogy igen, ezzel mi egyetértünk, de azért a képviselőtestületi ülésen azért ellene fogunk szavazni. Nem tudom, találkozik-e ilyen szinten olyan jelensége, amivel én például hétköznapokon egyre gyakrabban, hogy az eddigi erősen hívő jobboldali politikusok, vagy nem csak politikusok, közemberek, mintha kezdenék megváltoztatni a véleményüket. Tehát olyanokat magyaráznak el nekem, amikkel én egyetértek például. Tehát rájönnek lassan arra, hogy is mennek a dolgok ebben az országban. Hogy érzi ezt valahol a hogyne, közülésben hogyne. Is? Hát ugye változik a világ, változik. Ugye most a legutóbbi választásokon ugye a Fidesz az óriási fölénye nyerte a választásokat, de hát lámpással kell keresni azokat az embereket, akik a Fideszre szavaztak. Hát most mindenki titkolja magát, hát néhány kommentelő, akikkel bírósági tárgyalások meg egyebeken találkoztam, azok még megmaradtak, de úgy egyébként úgy hát keresni kell, lámpással kell keresni, hogy akkor vajon ki szavazott a Fideszre. Tehát változik a világ, és én azt gondolom, hogy ez jó, hogy változik. Na most a város gazdálkodásáról szóval és egy nagyobb merítéssel élve, az idejévet hogyan értékel? Sikerült megtalálni az egyensúlyokat? Kilátások kedvezőek, vagy AA plusz besorolás, vagy milyen besorolást ad a Ajkának? Hát ugye itt is azért elég vegyes a kép. Tehát ugye vannak olyan,
olyan céljaink, és vannak olyan folyamatok, amelyek jó irányba mennek. És most függetlenül a kormány politikájától azokkal hát tudjuk szolgálni az itt élő embereket. Ugye például a panel program. Ugye a panel program az tulajdonképpen bennünket igazából így nem érdekel a kormánynak a tevékenysége ezen a téren, mert mi azt akkor, amikor megszűnt a panel program, az az egyharmados, akkor mi ugye döntöttünk, hogy a 50%-át finanszírozzuk azoknak, akik megfelelnek a feltételeknek. És ez jó döntés volt az időben. Hát ez remek döntés volt. Hát ugye persze erre nagyon sok milliárdot kifizettünk, ugye több milliárdot, de bejött, hiszen a város teljes mértékben megújult. Ez még akkor is igaz, ha most is vannak házak, amelyek még nincsenek felújítva, de a többség azért az megváltozott, és ugye éppen ennek a programnak köszönhetően hát egy fantasztikus energiamegtakarítást hajtottunk végre. Mint egy elébe menve az eseményeknek. Hát magam sem akartam elhinni. Még nagyobb a megtakarítás, amikor a közös képviselők jelezték, hogy 30-35%-i fűtésköltség megtakarítást értek el. És ez a mai napig áll. Hát most és ez nominálisan egyre többet jelent. Hát igen, képzeljük el, hogy a 35% szorozva a megnövelt árakkal, az milyen terheket jelentene az embereknek. Tehát ezen a téren szerintem jó lépés volt. És ezzel összefüggésben, ha most az energiáról volt szó, hasonlót tettünk a közvilágítással. Ugye itt talán 2 évvel ezelőtt itt bennünket az egyik lámpaoszlopra is felrajzoltak, hogy elsötétítettük a várost, mert úgy átalakítottuk a közvilágítást, hogy az ihaj és nem lehet közlekedni, nincs nappali fény, amit korábban megszoktak, hát az valóban is. Tehát éjszaka miért kéne nappali fénynek lenni egyébként? Annyi fénynek kell lenni, hogy az ember közlekedni és járni tudjon, és lehetőleg a bűnözők sem mozogjanak. Hát az akkori 1500, tehát 1500-e felére csökkentettük. Hát most kéne azt kifizetni, hát az óriási költséget jelentene. Igen, és mint a kevesebb zokszót hallanék, de javítson ki, ha nem így van, a pályázatokkal kapcsolatban. Tavaly elég sokat foglalkoztunk mi is vele, hogy mások a megyében mondjuk több pályázati pénzhez jutnak, nagyságrenddel többhöz, mint Ajka, és ebből nagy hátrányai szállnak a városnak. Most viszont, mintha elhallgattak volna ezek a hangok, és lehet, hogy jó irányba mozdult el a pályázatok ügye? Hát ugye az előző ciklusban az szégyen teljes volt, ami akkor Ajkának jutott, nem ért el az 1 milliárdot. Ugye itt vitánk volt az akkori országgyűlési képviselő, hogy mennyi az annyi. Aki az ott a tankerület vezető lett. Hát igen, sok sikert kívánunk neki az új munkahelyén. De ugye az gyalázatos volt, miközben Pápa ugye persze nem egy programból, hanem három programból is, de megközelítette a 20 milliárdot, amit ő elnyert. És ugye Pápához viszonyítjuk magunkat, ugye léptennyomon, de azért, mert mi abban az időben még a bruttó hazai terméknek, tehát a GDP-nek az 1%-át termeltük meg. Tehát Ajka városa az 1%-át termelte meg. Hát Pápa ennek a harmadát se állította elő, és ő ugye visszakap 20 milliárdot, mi meg 1 milliárdot ilyen adományként, és akkor ehhez vágjunk jó képet. Hát most nem lehet, amelyet az, hogy az adóerő képesség, és akkor a jobbakat kevésbé támogatják? Na most az kiegyenlítés. Hát az adóerőképességben van különbség, mert ugye Ajkának jelenleg 65 ezer forint per fő az adóerőképessége, Pápának hát ilyen 40 körül lehet most. Tehát az adóerőképességben nem azt mondom, hogy kétszeres a mi előnyünk, de jóval több, mint. De azért az nem indokolja azt, hogy akkor, hát akkor kaptuk volna a felét, mondjuk 10 milliárdot, ugye akkor annak a fordítottja is igaz. De hát annyit se kaptunk, hanem hogy 1 milliárd itt a szégyen teljes eredmény. Most itt sikerült ugye akkor pozitív irányba elmozdulni, részben a Veszprém-Balaton kulta és fővárosnak hát, köszönhetően igen, is más igen, programok. Igen. Hát most azért más időket élünk, ugye megváltozott az országgyűlési képviselő személy, egy egész más felfogású személy lett Ajka országgyűlési képviselő, aki érdekelt abban, hogy a város fejlődjön, és hát az ő közreműködése az nagyon sokat jelentett, és hát már most jóval túlszárnyaltuk azt az előző évet, pedig hát még egy előző időszakot, pedig hát még egy év sem telt el a választásokból. Tehát összesen 4 év alatt
Most több jött be egy év alatt. Hát jó, jóval több jött be, jóval több jött be, mert annak a szinte a háromszorosáról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy javultak a tornapatak rekonstrukciójának kilátásai is? Mert ugye az egy elég nagy falat is több évre elhúzódó program lesz, de hát tervezni kell. Hát javultak, de azért ez egy összefüggő kérdés az ország helyzetével. Mert a tornapatakot azt három programból tudjuk majd finanszírozni. Ugye kettőnek egy részét már megnyertük. Tehát a három programból kettőből a többséget, ott se az egészet, azt már megnyertük. De ezek a kisebb arányúak, ezek ilyen néhány milliárdosok. Például mondjuk a Deák Ferenc utcának az átépítése benne a körforgalom ott a rendőrségnél, és a közúti híd, ami ott a hotel mögötti területet kapcsolná be ebbe az úthálózatba, ezt megnyertük, és ugye megnyertük a Béka utcai hidat, tehát a Béka utcai híd az a tornapataknak ami ellen tiltakoznak ugyan a környéken élők, hát azért majd erre a tiltakozás, de ezt még kommunikációval kicsit hát finomítani kell. Lehet, ugye azt megnyertük, és azt a következő évben ezeket el is kezdjük építeni, és ezzel összefüggésben a Alkotmány utcában, tehát a vasútállomás előtti teret is át fogjuk építeni. De azért az összesen a teljes tornapatak programjának azért nem teszi ki az egyharmadát. Maga a tornapatak, ami a medret jelenti, a meder átépítését, a mederrel kapcsolatos különböző vízügyi munkálatokat, amit már nem csak a belvárosi szakaszon kell elvégezni, hanem a város határain kívül is, tehát konkrétan a malmok fölötti területet, tehát ugyan Ajka közigazgatási határában még benne van, de az a lakott területen kívül helyezkedik el, tehát ott is munkálatok lesznek. Az, ha ezt az egész programot nézem, az meg fogja haladni a 6 milliárdot. Tehát mondjuk kettőt nyertünk. És minél később valósul 6 milliárd, de és itt függ össze az ország helyzetével, mert ezt viszont abból a programból finanszírozzák, amiből egy jelentős részt az Európai Unió most visszatartott. Tehát Navracsics úrnak én is jeleztem, hogy tényleg nekünk ez létfontosságú, mert ha nem sikerül az országnak megállapodni az Unióval, akkor hát a mi tornapatakos nagy részünk is abban a programban esik, amit felfüggesztettek. Gondolom, ez újabb lendetet adott a brüsszeli tárgyalásainak, és azért sikerült elérni azt. Ő mindig optimistán nyilatkozott ilyen tekintetben, és erre való tekintettel is optimistán nyilatkozott, úgyhogy én bízom, hogy ez menni is fog. Apropó, mióta megszülettek ezek az ominózus döntések, tehát például a támogatások bizony időleges visszatartására, azóta tanácskodott, vagy tárgyalt Navracsics úrra, vagy igen. Van valami friss információ? Igen, beszéltem vele, és hát most is az volt a véleménye, hogy itt tavasszal már a konkrét pénzutalások is megindulhatnak. Most ez persze kell, hogy azt a bizonyos 27 követelményt, vagy mérföldkövet teljesítse a magyar kormány, tehát nem egy lefutott mérkőzés, ez kell hozzá a politikai hozzáállás is. Hogyne, hát ugye ezt mi nem tudjuk nyújtani, ezt nyilván a ország vezetésének kell produkálni, attól is várják, nyilván azért is írták ezeket elő. Most évvége van, amiből logikusan következik, hogy lesz egy következő év eleje, és szokás szerint végre, mondhatni talán azt, megtartják a gazdasági, vagy megtartjon a gazdasági évnyitót, és erre hivatalosak lesznek a kaszinóból, ugye egy másik helyszínre most. Igen. A város gazdasági vezetői zárójel nemrégiben egy levéllel vagy körlevéllel fordult a gazdasági társaságokhoz, hogy a város hát szorult anyagi helyzetére és az energiaválságra való tekintettel némi hozzájárulást szíveskedjenek biztosítani a költségvetéshez. Ennek milyen sikere volt, vagy milyen visszhangja volt? Tehát ugye a vállalatok is hasonló helyzetben vannak, mint a lakosság. Tehát a legnagyobb kérdés egy-egy gazdasági társaságnál, hogy az energiaköltséget hogy fogják kifizetni. Na most ugye én valóban fordultam egy ilyen levéllel, de tisztában voltam, hogy a válaszadók egy része azt fogja mondani, hogy de hát mi sem tudunk adni. Ugye éppen olyan helyzetben vannak ők velünk kapcsolatban, mint ahogy mi vagyunk a lakossággal, hiszen mi is több program keretében elmondtuk, hogy ugye még többet kellene adni az itt élő embereknek, de ugye mi is ezzel sebből vérzünk, és óriási igen. Hiányaink vannak, éppen a kormányzati elvonásoknak a következtében. De adni kell, akkor is kell, igen. Hiába vannak hiányaink. Tehát most a vállalatok egy jó része valóban ezt le is írta a válaszlevelében. Mi egyébként konkrétan az USZADÁ-hoz kértük ezt a segítséget, nem általában, és hát
többre számítottam, jóval többre számítottam, mint ami végül is beérkezett, de ezt is meg kell köszönni. Hát 15 millió forint érkezett a számlánkra, és a jelzések is kimerültek ebben, úgyhogy ott további segítségre már nem számolhatunk. Csak hogy a nézők is érzékeljék, a legutóbbi ugyanilyen vagy hasonló jellegű kérésnek, mikor a kormány ugye elvonta a helyi iparizési adó egy részét, milyen visszhangja volt ehhez képest? Hát ehhez képest az jóval nagyobb siker volt. Ugye akkor a kormányzati elvonások tekintetében több mint 300 milliós hiány keletkezett a város büdzséjébe, és hát ennek a felét sikerült a vállalatokkal pótoltatni. Tehát ugye a kormány is később meggondolta magát, és bizonyos támogatást adott, de a város vállalata ilyen 150 milliós támogatásban részesítettek bennünket. Olyan formában, hogy változatlanul befizették az 1%-ot, és nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy ezt ne kelljen befizetni. Még egy kérdés az energiahelyzettel kapcsolatban, ugye attól hangos a sajtó, már most egyre kevésbé, hogy különböző pályázatokra, vagyis különböző ajánlatok érkeznek be az önkormányzatokhoz, és ezek majdnem, hogy nagyságrendileg eltérőek néha. Tehát például Szentendre is kért az MVM-től ajánlatot, és nem tudom, felére csökkentették egy pár nap alatt, mikor felháborodás kísérte az MVM ajánlatát. Ajka tekintetben hogy áll? Alkupozíciója milyen? Az energiaszolgáltatókkal kapcsolatban. Igen. Tehát itt bizonyos értelemben szerencséje van a városnak. Tehát a gáz az nem a legjelentősebb energia, amivel a várost működtetjük. Tehát a gázenergia a város költségvetési intézményeit tekintve jelen van ugyan, de ahogy mondom, nem a legjelentősebb. Itt a legjelentősebb energia a távfűtés. Na most a távfűtésben ilyen idézőjelben jobban jártunk, mint a többi város. Ugye amíg itt egy gigazsult 2500 forinttal számoltak meg, egy gigazsult, és az erőművek között, tehát a fűtési energiát szolgáltatók között különbséget tettek, hogy ahol gázból állítják elő az energiát, ott ilyen eszméletlenül magas összeget hoztak ki, ahol viszont biomasszából állítják elő az energiát, ott ilyen 10%-os emelés történt. Tehát a város ilyen szempontból jobban járt, mint más települések, hogy mondjuk két viszonyszámot mondanék, talán ezt így könnyű megjegyezni, hogy a 2500 forintot fölemelték 2800 forintra. Tehát az óvodák, iskolák, stb. Ennyit. Ugye a lakosságot még nem emelték fel, ott még ez nem történt meg. A várhatóan arra is sor kerül majd, csak később, de azért 10%-ot azt azért el lehet viselni. Viszont például Szombathely városát, ugye Szombathely az ilyen 80 ezer fölötti város, Szombathely városát főleg gázzal fűtik, tehát gázzal állítják elő a távfűtési energiát. Ott 60 ezer forintra emelték fel az ugyancsak 2500 forintos gigazsulonkénti kalória árát. Hát ugye ezt el lehet képzelni, hogy és a többi város is hasonlóan jár, tehát néhány budapesti kerületnek ismerem a számait, és ott is ezt a bizonyos 2500-at fölemelték ilyen 50-60 ezer közötti értékekre. Tehát ugye ószál valaki, hát az ilyen szörnyű szám jön ki. Tehát ilyen értelemben mi így jobban jártunk, ha lehet ezt mondani. Igen. Tegnap hallottam egy ilyen információt, bárcsak az utcán nincs megerősítve, hogy a VKS ZRT, ahol ugye Veszprémben szintén gázzal biztosítják a távfűtést, hitelt vesz fel most, hogy a gazdálkodását helyrehozza. Hát én ezzel nem csodálkozom, ez egy valós probléma. Igen. De amit most mondtam, az előbb mondtam, ez csak a várost érinti, tehát a város önkormányzatát. Hát sajnos azok a gazdasági társaságok, ahol gázzal történik az energiaszolgáltatása, hát ugyanolyan rosszul jártak, mint ebbe az országba. Tehát itt mindegyik gazdasági társaságot ez jelentősen érinti. Hát az erőművet nem, mert ugye hát ő ezt másképp szolgáltatja, de a Löbeliét, a Pothoft, a Burnst, a Pajert, azt ugyanilyen arányokban és mértékben érinti, mint az ország más területein. Akkor még mielőtt kellemes karácsonyt kívánnánk, így a karácsony végén a nézőknek, megkérdezem, hogy milyen kilátásokkal indul Ajka 2023-nak az összes körülmény és a várható fejlemények ismertében. Gondolom sok a bizonytalanság, de
A költségvetést sikerül-e vajon egyensúlyban tartani, vagy fenyegetik még egyéb intézkedések, amikről talán nem is tudunk igazán? Na most még mielőtt erre válaszolnék, Igen. ugye az előző kérdéscsoportból azért kimaradt, hogy akkor mi van a lakossággal, bár úgy érítettem a Bocsánat, fűtésnél, valóban ez csak. de azért szóval mi sem tétlenkedünk, és ugye a Covid vírus idején is tettünk olyan intézkedéseket, amik az itt élő embereknek az életét megkönnyítették, és az elmúlt 2 évben, ugye ahogy szoktam mondani, mi is ezer sebből vérzünk, és mégis tudunk valamit segíteni, most is ez a helyzet, és kidolgoztunk egy úgynevezett túlélési csomagot. Egy túlélési csomagot dolgoztunk ki azok számára, akiknek az egyfőre első jövedelme hát alacsony, és a rezsiköltséget, illetve az egyéb megélhetési költséget nem tudják fizetni. Ugye itt szükséges kitérni az élelmezésre. Ugye az élelmezési költségeknél van a legnagyobb infláció, igen. Hát több mint 50%-os infláció, hát azon belül a tojás, meg a tejtermékek, azok még ennél is jobban akár növekedtek. Akár 100%-kal is. Hát igen, Némelyik. Tehát ez szörnyű egy helyzet, és például a nyugdíjas réteg, ugye, amelyik főleg ezeket a termékeket fogyasztja, azt érinti a leghátrányosabban. Ezért mi kidolgoztunk egy, ahogy az előbb említettem, egy módszert, ezt nevezzük túlélési csomagnak, aminek az a lényege, hogy felemeljük a jövedelem határokat, hogy minél több ember férjen be. Ugye eddig például a lakhatási támogatásnál, ha jól emlékszem, akkor 80 ezer vagy 85 ezer volt az egyfőre első jövedelem, most ezt felemeljük 90 ezerre. És ők is beleesnek most már beleesnek, támogatottak és körül. A települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, ugye, ami rendkívüli kiadásokra szolgál, ott is 90 ezerre emeljük az egyfőre első határokat, így jóval több ember tud majd ebben részt venni, és lehetőséget fogunk arra biztosítani, hogy úgynevezett élelmiszer utalványt is adjunk az embereknek. Tehát ugye ez szomorú, hogy 2022 ez végén... Ez már nagyon kenyérjegy hangulatú. Hát igen, de hát szomorú, hogy ezzel a lehetőséggel kell érni, de szükségük van az itt élő emberek egy részének, nem mindenkinek, egy részének arra, hogy élelmiszer utalványt adjunk ezeknek a támogatásoknak a keretein belül, hogy élelmiszerekhez tudjanak jutni. Úgyhogy ezt a programot januárban ismerhetik majd meg, akkor kerül a képviselőtestület elé, de határozott szándékunk, hogy segítsünk azoknak, akiknek már más lehetőségük nincsen. Ugye a város teljes népességére mondom, hogy Magyarország egyik legnagyobb problémája a jövedelmek körül van, hogy alacsonyak a jövedelmek. A nyugdíjasok ezen belül ugye a legkritikusabb réteg, ott a legkisebbek a jövedelmek. Most ugye itt a kormány itt ilyen 15%-os emeléseket hirdet meg a minimálbérnél, meg másút is. Hát a mi támogatási összegeink azok annél jóval magasabb mértékben nőnek, azok 25%-osra tagsaljuk őket. Például azok a jövedelemhatárok, amit az előbb említettem, a rendkívüli települési támogatás, az 26%-kal fog nőni, és ilyen értelemben remélem, hogy valamit tudunk adni az itt élőknek, és nem érzik olyan tragikusnak a jelenlegi helyzetet. Önt általában jó közgazdászként ismerjük. Meg kell kérdezni, hogy mi jelenti mindennek a forrását, hiszen az, hogy ad az önkormányzat egy dolog, de hát valahonnan el kell venni, vagy valamit el kell hanyagolni ennek örvén. Na most ugye a bevezetőben említett legekre vonatkozó, a legilyen, legolyan, tehát mi sok olyan újdonságot hát alkalmazunk, amelyet a magyar önkormányzatoknál nem megszokott lépéseknek számít. De én ebben most nem avatnék bele senkit, ez hadd maradjon ezek meg. Ezek működnek, ezek a dolgok, és hosszú évek alatt alakultak úgy, ahogy alakultak. Gondolom ez ilyen jó kapcsolatrendszert jelent elsősorban. Hát azt is persze, de azért mást is, tehát azért, hát hogy úgy mondjam, ragad az emberre valami, amit hosszú évek óta csinál, és... Ez az, ami közel a kreatív könyveléshez? Tehát ezt szokták így... Tehát nekem személy szerint olyan munkatársaim vannak, akikkel nagyon jól tudok együtt dolgozni, és sok olyan megoldást találtunk,
ma nem jellemző a magyar önkormányzatokra. Hát például ugye ez egy közismert dolog, hogy ilyen 50%-os támogatás, mint a lakóház felújítás, ilyen nincs is Magyarországon. Nincs. De mi sok ilyet alkalmazunk, és hát mindegyiknek megtaláltuk a forrását. Szerintem ez így lesz a jövőben is, hogy akkor is megtaláljuk, és ugye a város az fejlődik, szépül, mindegy, hogy tulajdonképpen ordas hiányok mutatkoznak körbe-körbe, igyekszünk ezeket elkerülni. Persze hatnak ránk is ezek, egyre nehezebb a megoldásokat megtalálni, de én örülök neki, hogy a város tovább tudjuk fejleszteni. Akkor finomítom az előző kérdésemet, amit elköszönő kérdésnek szántam, hogy továbbra is rendelkezésére állnak-e a városnak azok az eszközök, amivel jövőre is tudja biztosítani a költségvetés egyensúlyát. Tehát ezeket az eszközöket én ugye az angolba különbséget tesznek, hogy mivel történik az, hogy valóban eszközzel vagy emberrel történik ez a cselekedet. Én az emberre helyezném a hangsúlyt, tehát nem is annyira az eszközökre, hogy azok az emberek, azok a személyek, akikkel... A szürke állomány, ami szükséges. Igen, az szerintem az a rendelkezésre áll most is, és ebben nagyon sok embert beleértek. Tehát azok a vezetők, akik a különböző gazdasági társaságoknak működnek, azok nekünk rendkívül jó partnereink, és megértőek. És ugye most egy kicsit más a helyzet, mi is megértjük az ő problémáikat. De azért ez már sokszor átsegített bennünket a problémákon is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan erő, meg az egyszerű embernek az ereje. De az is egy olyan erő, amire mi számítunk mindig, és mindig biztatom azokat, akikkel kapcsolatban vagyok, hogy mindegy, hogy hány éves, mindegy, hogy nyugdíjas, mindegy, hogy bányász volt-e, vagy egy mérnök volt az illető, vagy segédmunkás volt, és technikus volt, mindegy. Minden embernek van olyan elképzelése és olyan tevékenysége, amit valahol hasznosítani lehet. Hogy ezt hozzák a jövőbe is, persze ehhez legyenek egészségesek, mert ahhoz az kell. De mi figyelünk arra, hogy remélem, hogy ez az egészség meglegyen, és akkor ilyen értelemben a város talapzata, hogy úgy mondjam, az továbbra is jó lesz. Akkor találkozunk 2023-ban, és köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Hát én is kellemes ünnepeket kívánok a város teljes lakosságának, és hát új évre most már nem találkozunk, boldog új évet, ne rettenjenek meg attól, amit itt körülöttünk történik. Hát ezt is túl fogjuk élni. Egy túlélő csomaggal vagy mással, de ne szomorkodjanak, lesz még jobb világ Magyarországon.